hogy sajnos semmilyen garanciát nem látunk arra, hogy a korábbiaknál felelősebb gazdálkodása lesz ezeknek a médiumoknak. Lehet, hogy hatékonyabb lesz, lehet, hogy racionálisabb lesz, csak akkor azt nem értem, hogyha ilyen tök szuper lesz minden, akkor miért nem engedünk oda mondjuk ellenzék által delegált médiatanács tagokat, hogy őrködjenek e fölött a vagyon felett. Akkor miért kell annyira félni, hogy az öt fős, mindenképpen Fidesz többséggel bíró testületekbe egyáltalán még csak távolról sem nézhet bele ellenzéki jelölt. Nem tudom, hogyha minden olyan nagyon transzparensen és a közérdeket szolgáló fog működni, akkor mi szükség volt erre a mai a médiatanács szavazásra. Sajnos tudom, hogy ez nem ide tartozik, hiszen nem a határozati javaslattal szorosan összefügg, amit mondok, de végső soron politikai összefüggései miatt van probléma ezzel a javaslattal. És ezek sajnos elkeserítőek még akkor is, hogyha maga a konkrét javaslat akár támogatható is lenne. Köszönöm szépen a figyelmet. Felszólásra következik Lendvai Ildikó, az MSZP képviselője, őt követi majd Novák előtt. Képviselő asszony. Köszönöm szépen, tisztelt alelnök úr, tisztelt ház. Mandó László kollégám utalt már rá, mások is, hogy egy folyamat betetőzésénél járunk éppen. Az előző törvény kormányzattól való függetlenségétől, szabadságától fosztotta meg a közmédiát, ez most megfosztja a vagyonától is. Nem azzal van baj, hogy az archívum kerül közös nemzeti kezelésbe, ezzel mélyen egyetértek, és ezzel minden hozzászóló eddig egyetértett, különösen akkor, hogyha valóban, ahogy itt előrejelzés történt rá, elidegenítési tilalom is fog vonatkozni erre az archívumra. De nem csak nemes lelkű motívumokból az archívum kerül itt valami fajta államosításra, hanem az ingatlan vagyon, és ahogy utalás történt, a díszlet, jelmez és kottatár is, és ennek nem csak történelmileg értékes része, ez bizony az utóbbi például olyan, amit egy normál rádióban és egy televízióban minden nap használnak. Nem véletlenül eddig még nem jutott ez senkinek eszébe a színházak vagy az operatársulatok vonatkozásában, pedig lám, ha ez olyan észszerű, akkor ott is nyilván valamennyi köztulajdonban lévő színház díszlettárát, jelmeztárát össze kéne vonni. Lehet, hogy ez egyszerű butaság, már bocsánatot kérek, nem akartam ilyen szót, mert lehet, hogy ez egyszerű csacsiság a törvény részéről, hogy nem választja külön ennek történelmi értékű és használatos részét, de az ingatlan vagyon hát lenyúlása mögött már nem tudok egyszerű csacsiságot föltételezni. Ezen túlmenően valóban azt mondja a határozati javaslat, hogy a műsor készítéshez, szerkesztéshez szükséges vagyontárgyak ott maradnak, pontosabban, és a pontosítás azért itt fontos, ezeknek a körét az új vezérigazgató és az új kuratórium hát határozza meg, illetve hát javasolja a médiatanács alapjának. Kik is ők? Az új vezérigazgató onnan lesz, hogy a médiatanács elnöke kettő darab jelöltet, hogy a bőség zavarával ne kínlódjon a kuratórium, terjeszt a kuratórium elé, tehát egyfelől azzal kell megállapodnia, akit ő nevezett ki. Másfelől a kuratóriummal, akinek elnökét szintén ő nevezi ki. Éles, karthegyig menő vitára számítok annak a vagyonnak a meghatározásában, ami a médiatanács alapjához kerül, és ami ott marad, de szerencsére még vitát sem engednek meg, idézőjelben mondom a szerencsérét, az ingatlan vagyon, és az előbb említett díszlet, jelmez és kottatár vonatkozásában. Mi a baj ezzel? Két baj van. Az egyik bajra Mandur László kollégám már utalt. Valamilyen politikai autonómiája annak van, akinek van egy kis gazdasági mozgástere. Mondom, nem archívuma, de gazdasági mozgástere. Különben tényleg csak kézből lehet etetni, és erre azért gondolni kell, amikor ennek a médiának valamilyen szakmai vagy politikai autonómiáját állítjuk. De van itt egy másfajta baj is, és ez már gazdasági természetű baj. Azt mondta itt az előbb Simon László kollégám, és jó hiszeműségét tisztelem, tiszteletben tartom, hogy egy így elvett, államosított, összevont vagyon, ez módot ad egyrészt egy racionálisabb szolgáltatás szervezésre, másrészt nyugodjunk meg abban, ezt többen is mondták, hogy ez a vagyon, ez voltaképpen ott marad a közszolgálat céljaira, harmadrészt pedig közös célnak mondják ki a kormánypárti hozzászólók, még egyszer mondom, tisztelem őket, a jó hiszeműségét, hogy így átláthatóbb lesz a gazdálkodás. Vegyük sorra ezt a három szempontot, tisztelt képviselőtársaim.
Azt mondja, racionálisabb a szervezés. Ehhez nem kéne átadni az ingatlanokat, a már előző átadott törvény, vagy a már előző megszavazott törvény, tudnék, erről már rendelkezik, hogy bizonyos működtetési feladatokat az alap lát el. Azt már megoldották vagyonlenyúlás nélkül is. Más kérdés, hogy az átláthatóságba vethető illúzióimat már akkor erősen lerombolta, hogy hogy is rendelheti meg ezeket a közös szolgáltatásokat az alap? Úgy, hogy ezek a beszerzések az előző törvény által ki voltak vonva a közbeszerzési törvény hatálya alól. Hát az átláthatóság nagyobb dicsőségét szolgálja nyilván ez. Egyetlen értelmes magyarázat még nem hangzott el erre sem. De még egyszer, a racionálisabb szolgáltatás szervezésről az előző törvény már gondoskodott, ugyan nem átlátható módon, közbeszerzés nélkül. Képviselőtársaim meg vannak nyugodva abban, hogy ez a vagyon a közszolgálat céljait szolgálja. Az elvett vagyon a közszolgálat céljait szolgálja. Kérem szépen, akkor miért nem marad a közszolgálati létrehozott egységes közalapítványnál? Ha arra akarjuk fordítani, ami a közszolgálati médiumok működéséhez kell, akkor nem kell elvonni a médiatanács alapjában, ami nem csak a közmédiumok vagyonával és gazdaságával foglalkozik, akkor ott kéne hagyni közalapítványi vagyonban, nem feltétlenül az egyes részvénytársaságoknál. Bocsánatot kérek, hogy nekem gyanús, hogy nem ez történik. Hogy valami, amit a közszolgálatra akarunk fordítani, nem a közszolgálat számára létrehozott szervezetnél marad, hanem áttevődik egy kevésbé átlátható hatósághoz. Ráadásul meg, ha minden mindenkinél ott maradna, akkor ugyan mi célt szolgál az országgyűlési határozati javaslatban az a részletező passzus, hogy mit kell tenni, ha valaki egy vagyonrészt elad, elidegenít, vagy más célra hasznosít. Hát ha minden ott marad, akkor miről beszélünk? De nem pontosabban nagyon sajnálom és szomorú vagyok, hogyha egyedül én vagyok olyan pletykafészek, hogy a fideszes médiaszakértők híresztelései hozzám eljutnak. Tehát bocsánat, ebben a városban, aki ezzel a területtel foglalkozik, már mind tudja, kétségbe vagyok esve, hogy csak a kormánypárti képviselők fülében ne jutott volna el, hogy arról van szó, ami önmagában nem az ördögtől való, hogy minél többen költözzenek be a televízió, Magyar Televízió új székházába, és a három másik nem kisértékű ingatlan, egy Bródy Sándor utcai és két budai értékes ingatlan, vagy az, amelyik ezek közül felszabadítható, kerüljön eladásra. Hát ezt mindenki tudja, az önök emberei beszélik. Ez még önmagában nem volna tragédia, hadd lehet, hogy többet mondanak, mint szabadna nekik. Ez még, megjegyzem, önmagában nem volna tragédia. Miért ne lehetne egy helyre telepíteni, vagy legalábbis centralizálni az elhelyezését a közmédiumnak? Ez rendben van. Ez nem tragédia akkor, hogyha az eladásért kapott pénz, mondjuk ott marad a rádiónál, vagy ott marad az MT-nél, vagy ott marad a Duna TV-nél. De ez a fajta államosítás éppen ezt akadályozza meg. Ráadásul, ami külön aggaszt, de bízom itt előterjesztő képviselő úr jó szándékában, és abban, hogy ez tényleg csak véletlen. Az ilyen típusú vagyonrészek, értsd a drága ingatlanok esetében, ez a határozati javaslat nem írja elő a nyílt pályázatot. Azt mondja, lehet tehát meghívásos pályázat is, nagyon sok rossz tapasztalat volt az ilyenekre, előző, mi kormányunk alatt is, előző kormányok alatt is, pusztán azt írja alá, vagy azt írja elő ez a mostani határozati javaslat, hogy akár egy meghívásos pályázat résztvevői között már legyenek egyenlőek a feltételek. Ez megint nem az átláthatóságot szolgálja, hogy ebben a törvényben, ha már valaki el akarja idegeníteni, és mondom, szolgálhat ez jó célokat is, ezt az ingatlan vagyont, akkor ezt megfelelő átlátható föltételek között tegye. Ami az átláthatóság önök által is igényelt szempontját illeti. Nézzük meg, hogy ki tudja ezt a vagyongazdálkodást és az esetleges elidegenítést valóban ellenőrizni. Azt már Karácsony Gergely hozzászólásából is hallottuk, hogy hát a médiatanács tagjai csak meglehetősen egyoldalúan, és csak azért térek ki erre a mai epizódra újra, mert itt először érhető tetten az, hogy ennek mik a veszélyei. A médiatanácsban kizárólag egyetlen párt delegálhatott, jelölhetett, javasolhatott tagokat.
Még a KDNP, akit én semmilyen növényi és koszorú jelzővel nem szeretnék ellátni, és arra kényszerült, hogy jelöltjét visszavonja. Nyilván az a négy fiatalember volt a szakmailag legérettebb a széles szakmai merítésből, de minden esetre itt tehát betekintés, legalábbis több párti vagy civil szakmai betekintés nincsen. De menjünk tovább. Az előző törvényből azt is tudjuk, hogy az alap, amely most a közvetlen gazdálkodási feladatokat végzi, hogy is áll fel? Nos kérem, az alapvezetői fölött a munkáltatói jogokat még csak nem is a médiatanács kollektívája gyakorolja, hanem a médiatanács elnöke egy személyben. Tehát arra még az a szerencsétlen négy ember, akit mostan oda küldtek önök, sem láthat rá, hogy az alapot kik vezetik és hogyan vezetik. Ó, de van felügyelőbizottság, mondhatnák önök az alapnál, mint minden rendes cégnél. Van ám. Ki bízza meg a felügyelőbizottság tagjait, lehetne hármat találni, még csak nem is a médiatanács, megint a médiatanács elnöke. Magyarán a médiatanács elnöke embereit, a médiatanács elnöke emberei fogják ellenőrizni az átlátható gazdálkodás nagyobb dicsőségére. Hölgyeim és uraim, én tökéletesen elhiszem önöknek, már csak azért is, mert áldozatkészen itt ülnek velem együtt ezen az éjszakai órán, mert hogy már másnap van, hogy önök valóban jóhiszeműen fogják fel azt a dolgot, hogy itt ezzel az ingatlan vagyonnal csupa nemes dolog fog történni, és semmilyen ingatlan bizniszre nincs kilátás. Mégis a törvények arra valók, hogy a jóhiszeműség igazolására garanciákat alkalmazzanak. Ez a határozati javaslat és az előző törvény nem tartalmaz ilyen javaslatokat. És rendkívüli módon aggódom attól, hogy mi önök velem együtt itt jóhiszeműen megpróbálják javítgatni, vagy védeni, vagy indokolni ezt a bizonyos jogszabályt, addig, idézőjelbe értve a mondást, a fiúk a bányában dolgoznak, és bizony már vannak, akik az ingatlan bizniszről, az ingatlan elidegenítés föltételeiről nem itt a parlamentben de tárgyalnak, mert mi itt aztán soha többet erre a történetre rá nem fogunk látni. Köszönöm szíves figyelmüket, elnök úr! Üdvözlöm a tisztelt házat, átvettem az elnöklést, ha minden igaz, akkor egészen hajnalig, és most van módom megadni a szót Novák előtt képviselő úrnak, Jobbik. Tisztelt elnök úr, köszönöm a lehetőséget. Tisztelt országgyűlés, kedves internetezők! Ennek a javaslatnak a bizottsági vitáján sajnos nem jelent meg egyik előterjesztő sem, így talán túlzás is vitának nevezni. Hát olyannyira nem volt vita, hogy ha jól emlékszem, Érdemben talán egyedül én szólaltam meg konkrétan a szakmai szempontból, és nem pedig annak a vitájában, hogy lehet-e ezt ilyen előkészítés nélkül.